Ezekre még szükséged lehet. Gond van? Nem tudom. Csak mert úgy nézel ki. Csak unom. Mit? A zongorát. De akkor minek csinálod? Anyám akarja. Azt mondja, ez jó lesz nekem. Kérdezhetek valamit? Persze. Te mit érzel? Miért csinálod? Azért, mert szép. És benne van minden. Mikor játszom, akkor mindent érezhetek. És ilyenkor minden az enyém. Jönnek, érted? Nem, busszal megyek. Elkísérjelek? Szia! Kisfiam, 2+1-es szabály. Csináld, amire van kereslet. Csináld jól, de az sem árt, ha élvezed. Apa, te élvezed, amit csinálsz? Én mondom meg mindenkinek, mit csináljon, és azért látod az eredményt, ha körbenézel. De beszéljük rólad. Kijárod az iskolát, egyszer szerzel egy diplomát, reméljük valami értelmeset. De ha utána még mindig akarod ezt a zongorás dolgot, ne felejtsd el, ha nem hozod ki magadból a maximumot, boldogtalan leszel. Sosem leszel a magad ura. Mindegy. Fiatal vagy, majd egyszer megérted. Elvisz a törzs helyére. Erre egy erdő közepén kötöttünk ki. De komolyan. Addig én körbenéztem, minden csupa gaz, és ekkor vettem észre, hogy egy több száz éve nem használt temetőben vagyunk. És ott dugtad meg? Dehogy basszus, minden rossz horrorfilm így kezdődik. Nem. Megvártam, amíg befejeztem. Kimentünk onnan, és akkor a lakásán folytattuk. Hol találod ezeket? Neten. Te akkor ne csodálkozz, csezd meg. Abba bele ne igyál. Várjál, nekem is van egy ilyen. Egy különösen szarul sikerült este után, amikor nem jött össze semmi a csajjal, az is valami elvarázsolt tündérke volt, megyek haza a vonattal. Az első megállónál felszáll egy csaj, megdicséri a nyakláncomat, hogy hú, igazi csontból van, aztán meg ilyet szól, hogy bocsi, csak vissza kell tennem a karikát az orromba, mert múltkor olyat kurtam a pasimmal, hogy kiszakadt, én meg csak nézek, hogy baszd meg, ilyen nincs. Alex! Hm? Veled volt mostanában valami? Láttam, hogy elég sokat dumáltál az Annával, nem rossz csaj. Ja. Ha főzni is tud, vett feleségül. Á, a művészi karrier mellé nem fér bele monogámia. Na, én lassan megyek. Maradj már, hova sietsz? Este előadás. Addig ezt a sört is le kell dolgozzam valahogy. A mellé nyúlok, kinyír a karmester. Hány helyen játszod? 2 vagy 3, ahova épp kellek. Na jól van, de holnap nézz le a terembe. Oké, okay, ciao. Hello. És te? Thank you.
Szavasz. Na, szép jó estét. Volt ma valami? Ne, itt van a pedál. Megjött. Helyes, hiányzott már. Miért hozzám rendeled a szarjaidat? Azért levetnéd róla a lábad néha. Ez nem egy gázpedál. Olyan lesz tőle a játékod, mintha a bazilika közepén játszanál. Ha, ha. Öcséd. Itt van hátul. Erik! Erik! Itt van Alex! Hello, jól vagy? York napsütése rossz kedvünk telé, tündöklő nyára változtatta át. Jól van, akkor ennek örülök. Na és mi a helyzet azzal a versennyel vagy mivel? Semmi, hát amit mondtam. Zeneszerzés, élő koncert. A legjobb szerződést kap. Na és van már valami? Az utóbbi időben nem sok mindent mutattál. Semmi extra. Tudod, olyan zenét akarok írni, amire én is kiadnék pénzt, ha mástól hallanám. De még nem találtam rá. Ha érted, mire gondolok. Na, figyelj. Ne erőködj. A legjobb zenék pár perc alatt születnek, mint a Black Sabbathnek a... Paranoidja. Azaz. De figyelj, most egyelőre el vagy, eltartod magad. Hidd el, hogy azért mások irigykednének. Egyelőre jól megy a szekér, csak kell egy kis idő. Csin, szeretnék már kitörni ebből a körből. Mások dalait játszom, és én nem teszek le semmit az asztalra. Jó, de figyelj, ezért legalább kapsz lóvét. Álmodozásért és tervezgetésekért nem adnak semmit. Egyszerűen csak elegem van már abból, ahol vagyok. Többre vágyom. És tudom, hogy nem csak álmodozás. Álom, enyhe álom. Természetédes ápolója. Mostanában feszült vagy, tesó. Olyan, mintha mindent elnyomnál magadban. Egy kicsit lazítsál. Engedd ki, aminek jönnie kell, különben bekattansz. Most egy kicsit hagyd a zenét. Nyissál a világra. És hidd el, hogy akkor jobban fog menni a... Könnyebben jön a gondolat és maga az ihlet. Tudod, ha lazítasz. De nem bírom a csendet, csak nagyon ritkán. És folyamatosan érzem, hogy jönne valami. Ott van, megvan. De cseszik kijönni. Ajánlom neked akkor John Cage 433-ját. Tudod, ha már zenét akarsz. Kösz. Stellával mi van? Megvan, el vagyunk. Mostanság egy szinttel följebb akar lépni, de hát ahhoz nem ártana némi lóvé is. Neked sem ártana valami állandó. Kösz, el vagyok így. Most pont nem hiányzik, hogy lekössön valaki. Nincs egy idegszálam se hozzá. Mikor jössz haza? Merre jársz? Kivel vagy? Így van ez, ha nő uralkodik a férfin. Kussoljál már! Menj hátra, aztán söpörj fel! Szegény. De nem az előbb söpört fel? De. Kb. 50-szer söpörtettek vele fel. Hogy csináljon valamit, érted? Hát mit csináljak? Izé, a hangszerek közelében nem engedem. Még csak az hiányzik. Úgy gitározik, mint ahogy én furuljázom. Bár, hogyha nem töri el. Meg egyfolytában a könyveit bújja, de hát... Akkor legalább nem kell figyelnem, hogy éppen merre van. Szerencsétlen. Na jó, megyek. Majd még jövök. Rendben is, figyelj. Komolyan mondtam. Olyan vagy, mint a pezsgő, amikor felrázzuk. Hogyha jön, akkor enged. Ne nyom vissza. Oké, értelek. Na, ciao. Csá. Szia, Erik! Kegyelmes úr, szerencsés, jó napot! Ne vidd színház közelébe. Akkor most rágyújtunk, mint ilyenkor a filmekben. Hú, alig kapok levegőt, ne szíves meg. Jó, majd később. Annyira kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor mi jár a fejedben. Az élet értelmén gondolkodom. Az kemény. Dehogy is. Próbálom megfogalmazni. Mi az első, ami ez eszedbe jut? Csak azt nem mondd, hogy megint a zene. Nem, most nem. Szerinted tényleg elfojtok valamit? Hát ezt neked kell érezned. Valami nem stimmel mostanában. Már nem, mintha eddig stimmelt volna.
Ez most más. Mást akarok. Talán mindent túl könnyen elértél. Ezt meg hogy érted? Mindened adott volt, hogy elérj idáig. De többre van szükséged, ha többet akarsz. Adjak ihletet. Asszony, sört. Nesze, köcsök. Talán nem szenvedtél meg érte. Talán túl tökéletes az életed. Ez mekkora baromság. Szenvednem kéne azért, hogy alkossak valamit. Azok, akik benyalják magukat, vagy szerencséjük van, azok eljuthatnak egy darabig. De akinek anyuci apuci mindig kéznél van, nem biztos, hogy látja a sötétebbik oldalt. Aztán ezért nem tudja értékelni a fényt. És hiszük ebbe a világlátása is. Te most rólam beszélsz? Nem. Ha nem veszed magadra. Ez puszta tény. Szerintem. Csak annak van magasság, akinek mélysége is van. És ez az élet minden területére igaz. Vagyis, ha depressziós valaki, vagy valami oknál fogva mélyen van, jobban értékeli az életet. Na azért elég az egyik végéről égetni a gyertyát. Börtönbe, kórházba vagy diliházba nem kell lejutni azért, hogy rájöjj a dolgokra. Na de most már hagyjuk abba, mert jobban lefárasztasz, mint szex közben. Na, gyere vissza. Van valami fejfejes csillapítód? Fáj a fejed? Nem, csak elfogyott a gumicukrom, szerinted? Jó van, azért nem kell bunkónak lenni. Keresek valamit. Most már jó lesz? Igen, köszi. Azért mázli, hogy nem előtte kezdett el fájni a fejed. Gyanakodtam volna, hogy már nem jövök be neked. Yeah.
Hé, álljatok meg! Nézd már, megint ott van! Szerintetek ennek mi baja van? Biztos túl sok gyűrűk urát nézett, aztán azt várja, hogy a fa visszajön el. Vagy szed valamit. Szerintetek ennek van pasia? Ha gondolod, menj oda hozzá, hát a szerencséd lesz. De vicces vagy. Na menjünk már. De meg gyere már, vagy összeszedjük neked. Ez elég kretén beszólás volt. Havi egy belefér. Tudtam, hogy itt talállak. Szóval mit keresel itt? Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Többször beszéltél erről a helyről. Jól eltűntél. Nagyon ködös minden. Már se tudom pontosan, mi volt. Aha. Emlékszel, mit beszéltünk a múltkor? Igen. Tudod, mindent megpróbáltam, hogy valamit kihozzak magamból. Annyira jól ment minden. Semmire nem panaszkodhattam. Mindenem megvolt. És ha bárkinek bármi problémája volt, én úgy gondoltam, hogy ez érrem nem tartozik. Ellöktem mindent, ami sötét, ami depresszív, meg se próbáltam megérteni másokat. Még végül én kerültem helyükre. És most itt vagyok. Nem értelek. Keresed magadban az inspirációt, az ihletet. De na, hogy nem látod, mert nem nézel magad köré. Csak befelé, kifelé nem. Néha, mintha az empátia teljes hiányával küszködnél. Anélkül pedig a művészet, hát... Párszor találkoztunk. Jól éreztük magunkat, néha beszélgettünk is kicsit. De most olyan, mintha belém látnál. Elegem van, érted? Depizel, álmodozol és sehova nem jut, csak húzol vissza magaddal! Nem vagyok képes előre jutni. Mi az, hogy visszahúzlak, és én álmodozom? A saját kis világodon kívül nem vagy képes felfogni semmit. Mindent megteszek, hogy én is előre jussak, közben támogassalak, közben otthon is segítsek. Olyan, mintha egy tucat embert cipelnék a hátamon. Neked könnyű, bazd meg! Nekem könnyű! Nekem könnyű! Azt hiszed, én csak ülök a seggemen egész nap?
Jó, elég volt, takarodjunk egymás életéből! Nem bírom már ezt a kibaszott szürkeséget! Te vagy szürke a kurva életben! Miért nem vagy képes rám is nézni egy pillanatra, engem is meglátni? Egy minimális empátiát én is megérdemelnék. Na jó, nekem erre nincs szükségem. Igen? Utoljára 2 éve volt valaki, aki ennyire belém látott. Talán még jobban is. Sandra? Na, ezt most honnan? Meséltél 1-2 szóban róla. És láttam rajtad, valahogy átjött, hogy ő más egy kicsit a számodra. Gondolom, róla beszélsz most is. Voltál már úgy valakivel, hogy beszélgettek és nem fogy ki a téma? Akár másnap estig ott ülnétek? Vagy mikor úgy kelsz fel mellette, hogy minden ébredésnél egyre boldogabbnak érzed magad? Mikor minden stimmel, és nem csak a szex, hanem érzed, hogy összepasszoltok. És ebből valami nagyobb is kisülhet. És nem azért, mert tökéletes, mert nem az. De még a hibá is kellenek. Más hibáitól agyfaszt kapsz, de az övé csak szimpla velejárói. Szeretőd lesz, a barátod. Aztán előbb-utóbb rájössz, hogy mi van benned, és onnantól kezdve azt akarod, hogy a társad legyen. Hol van most? Azt hiszem énekel valahol, vidéken vagy valahol messze. Mindig járja a világot. Hallottam, hogy sikeres, de nem mertem megkeresni, nehogy azt gondolja, azért érdeklődöm, mert hirtelen beindult a karrierje. Tudod, én csak azt gondoltam, hogy lesz egy jó éjszakám. Aztán előbb-utóbb elkezdtem mindenki másnál szebbnek látni. Csak túl gyáva voltam. Magamnak is hazudtam. Nem volt könnyű élete, és basztam őt megérteni. És leléptem. Tükröt mutattunk egymásnak, amiben ő belemert nézni, én pedig nem. Pedig mellette elkezdődött valami. Most meg. Most meg? Nem érted, minden jó kéne, hogy legyen, boldognak kéne lennem. Egy ideig boldog is voltam utána. Aztán most, mikor rá gondolok, valahogy még mindig érzek valami. Most mi van? Csak hogyha nekem Pasi ilyeneket mondaná, hogy te beszélsz róla. Hát akkor vagy megijednék, vagy itt helyben teperném le. Nem is tudom. Sose voltam egy romantikus alkat. Pedig kipróbálhatnád néha. Egész tehetséges vagy. Néha próbálkoztam. Gyertyafény, pesgő. Ő főzött, én megnéztem. Vagy támogattam hátulról a konyhapultnál. Idióta. De komolyan. Néha ment a dolog. Csak talán túl nyers és bizonytalanabb voltam a kelleténél. Hajszoltam, amit most is. Hát mert nem megsütöd a tortát és szépen rárakod a marcipánt, hanem egyből a marcipánnal akarod kezdeni, aztán csodálkozol, hogy hol a torta. Bocs a metaforáért. Figyelj, aminek el kell jönnie, esélyek, második, sokadik esélyek, álmok, hülyeségek, minden el fog jönni, én ebben hiszek. Ha valami egyszer félrement, akár ilyen téren, akár a karrieredben, akár abban a diónyi agyadban, akkor még mindig újra lehet próbálni, és újra, és újra. És ezt, amit eldobtál, hát ha kell, írd még pár évig. Akkor sem késtél el semmivel. Na, ez a véleményem. Azt hiszem, értelek. Azt hiszem. Köszönöm. Te akkor most legyen még egy cigit. Thank you.
Jézusom, Chaz meg Martin. Szia, én vagyok. Na? Valamikor átmentek hozzád? Persze. Martinnal beszéltél azóta? Gondolatolvasó vagy. Épp az előbb próbáltam őt is hívni, de ki van kapcsolva? Akkor még nem tudod. Mit? Autóbalesetük volt. Valami idióta 130-al beléjük ment. Szerintem most nagy szüksége lenne rád. Szia. Ne haragudj, próbáltalak hívni. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Mi történt? Velem semmi. Szia. Beszéltem Martinnal. Elmesélte. Főzök egy kávét. Köszi. Erik. Szia. Már tudom, hogy hülye hangzik. De hogy vagy? Több dolgok vannak földön is, igen, Horáció, mint sem bölcselmetek álmodni képes. Egyszer megtanulom mindet kívülről. És én is előadom. Majd te is eljössz megnézni? Persze. Nagyon szereted ezeket a könyveket, igaz? Mindenki szereti a könyveket. Csak sokan nem olvassák őket. És a színházat is. Tudom. Mit? Ugyanúgy nézel, ahogy Martin. Azt gondolja, sosem lesz belőlem színész. De egyszer ott leszek a színpadon, Alex. Énekelni is fogok. Erik, ne haragudj, hogy ezt kérdezem. De miért szeretette ennyire a színházat? Mert szép. És benne van minden. Mint ezekben a könyvekben. Egyszer ott leszek, Alex. Te is látni fogsz. Ott leszek a színpadon. Persze, hogy látni foglak, Erik.
Halló? Szevasz! Szia! Ma 7-kor? Igen, meglátjuk mi lesz. Aha. Na de írtál valami jót? Arról inkább ne beszéljünk. Jó van, meghallgatjuk. Figyelj, elhívtam még valakit. Kit? Na most azzal ne foglalkozz, majd utána lesz időnk dumálni. Na ciao. Várj, én... Jó estét! Üdvözlöm! Alex késett. Vagyok. Igen, tudom. Ön az utolsó, és már várják bent. Igen, bocsánat. Kész vagyok, mehet. Nyugalom, itt nem mehet be a színpadra. Kottájának másolata van. Pardon, tessék? Kottájának a másolata, a bizottságnak. Nincs kottám, improvizálni fogok. Vicceltem, tudom fejből, de tényleg nincs kottám. Akkor fáradjon be.